jó estét kívánok! A fellépők, szervezők, minden segítő és a magam nevében sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai farsangi rendezvényünkön. A farsang már ősidők óta a vidámság, a mókázás, a tréfálkozás ideje volt. Hiszen már a régi időkben is próbálták elűzni a telet, reménykedve a melegséget hozó tavasz mielőbbi megérkezésében. Mi is ezt szeretnénk ezzel a régi hagyománnyal megvalósítani. A mai estére nagyon jó szórakozást, sok vígasságot, jó kedvet, kacagást kívánunk önöknek, a fellépőknek pedig sok siker és biztató tapsokat a lelkes felkészülésért, szervezésért és a sok gyakorlásért. Kezdődjön hát az este a műsoros összeállítással. Nyitó műsorszámunk címe: Niklán is újra virul a fityula. Reméljük, ez a kezdés mindjárt meg is hozza mindenki kedvét a mai mulatsághoz. Utána megtudhatjuk, milyen galibát okozhat, ha siet vagy késik az óra. Minden jelenlévőnek és mindenki mobiltelefonjának jó kikapcsolódást kívánunk! Thank you.
Apáta sem lettem. Most mit csináljak? Mi lesz velem? Nem tudom. Ez a sok ruha minden. Ah, ott jön egy jóképű pali. Asszonyom, ki jelten ezt a táncot? Olyan szépen. Vigyáltam a szemek, hát a magai a legszebb. Most már nem a pálca? Nem, már nem. Át tudom képzelni, hogyan simogatom a haját, a gyönyörű testét, a szép kerek popsiját, szép arcát, és figyelem a szemeit. És már nincs is magám, úgyi. Na de uram, nem mondjon nekem maga ilyeneket, én nem vagyok ám az a lány. És különben is honnét tud maga mindent annyira előre? Hű, mekkora micsodája van most fel. Ez egy óramasszonyom, ami megmond nekem mindent előre, hogy egy óra múlva mi lesz. De úgy jön egy órát más ilyet is. Kárgyúr, szépen asszonyom, kérem, jöjjön vele. Hát, tudja, maga se kutya. Jól néz ki. Apáca nem lett